A város lakóit szombaton kéklámpás felvonulással ébresztették. Kora délután a Széchenyi téren tűzoltók, rendőrök és mentők bevonásával baleseti szimulációt mutattak be. Azért is jöttünk, mert az édesapjuk a tűzoltó bemutatóba szerepelt többek között, és eljöttünk megnézni őt. Cegő Tünde Budapestről érkezett. A mosolygós rendezvényen nagyon sok élményt szerzett. Nagyon tetszik, a fesztiválban a vadfruttik miatt jöttem. Itt lakik a nagynéném a városban, és összekötöttem a két eseményt, a családi és a szórakozási eseményt. A baleseti szimuláció az nagyon tetszett, nagyon látványos volt a tűzoltók munkája, viszont a mentők munkáját örültem volna, hogyha kommentálja valaki, hogy mi történik, mit csinálnak és miért. A kínálatot a Báb Művészeti Világtalálkozó látványos produkcióival gazdagították. Új szint kapott a rendezvény, a hagyományos elemek azonban nem hiányoztak a palettáról. Megőrizzük ennek a rendezvénynek azt a jellegét, ami a legfontosabb, ismérve, hogy ez egy mosolygós város, ez egy kedves, befogadó, jó város, így hát egy mosolygós fesztivált hozunk létre. Több ezren látogattak el a három napon át tartó programsorozatra, ahol a térség gasztronómiai hagyományait is bemutatták. A vendégek a régió legfinomabb borait, illetve ételkülönlegességeit is megkóstolhatták.